Sziasztok! A mai videóban paradicsom salátát fogok készíteni, vagyis már elkezdtem. 6 szem paradicsomból már 3-at vékony szeletekre vágtam. Ehhez jön majd hozzá még egy vagy másfél fej lilahagyma. Az öntethez pedig fél liter vízre van szükség, 2 evőkanál 10%-os ételecetre, 2 evőkanál kristálycukorra, sót adtam még hozzá, és még ízlés szerint őrölt fekete bors is kerül hozzá. Miután felvágtam csíkokra a hagymát, összekevertem a paradicsommal, jól besóztam, most pedig összekeverem az öntettel, ezután pedig mehet be a hűtőbe, hogy az ízek jól összeérjenek. Végül adtam hozzá körülbelül 2-3 csipet őrölt fekete borsot, most pedig mehet be a hűtőbe olyan 2-3 órára, ezután pedig már tálalhatjuk is. Én most csirke mellett fogok sütni hozzá. Jó étvágyat kívánok!